Július elejétől lesz elektronikus útdíj, de hogy ki és hogy főleg hogyan fizeti majd, arról az egyik úgynevezett flotta követő szolgálat ügyvezetőjével, Bagosi Tamással beszélgetünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ja, mi a flotta követés? Azt hiszem, hogy talán a fuvarozókon kívül kevesen tudhatják ezt. A flottakövetésnek a lényege tulajdonképpen, hogy az egyes fuvarozóknak a gépjárművében elhelyezünk egy általánosságban GPS-nek nevezett eszközt, amely segítségével folyamatosan nyomon követhető, hogy ezek a gépjárművek milyen útvonalon merre haladnak. Tehát ez egy olyan eszköz, ami nagyon sok kamionban eddig is volt. Jellemzően a fuvarozók, tehát a szállítmányozási szektor volt az, ami ezt a szolgáltatást igénybe vette eddig is. Most viszont, hogyha én jól értelmezem, de segítsen nem biztos, mert hogy nem értek a fuvarozáshoz, akkor két lehetőség áll azok előtt, akik kötelezettek lesznek az elektronikus útdíj fizetésére. Az egyik, hogy eseti alapon megvegyenek konkrét szakaszokra konkrét jegyeket, ha nem is jegy lesz majd a kezükben konkrétan. A másik, hogy egy ilyen GPS rendszerbe telepítenek egy plusz képességet, ami egyben méri, hogy mikor, milyen útvonalat tettek meg. Így van? Igen, abszolút helyes, amit ön elmondott. Kétféle lehetőség van. Az egyik az ez úgynevezett viszonylati jegy vásárlása. Ezt úgy kell elképzelni, mint mondjuk egy vonatjegy vásárlás, tehát oda menjünk egy viszonylati jegy árusító helyre, automatára, ott beütjük a kiinduló pontot, illetve a célállomásunkat. Erre legenerál ez az automata egy viszonylati jegyet, ezt kell kifizetnünk, és akkor ezen a viszonylaton tudunk közlekedni. A másik ez azt jelenti, hogy ha bármi közbe jön, mondjuk van egy dugó, és le kell térni az eredeti útvonalról, akkor buktuk a jegyára? Ilyenkor értelemszerűen arra nem vonatkozik a viszonylati jegy, hogyha erről az útvonalról letérünk. Igen. A másik lehetőség az pedig egy telematikai alkalmazás igénybevétele, mint például a mi szolgáltatásunk is. Ilyenkor virtuális jegytépés történik, tehát magyarán szóval a bevallási közreműködők azt vizsgálják, hogy a gépjármű fedélzeti egysége által küldött jelek alapján, mely olyan díjköteles útszakaszokon halad a jármű, amelyre díjat kell fizetni. Tehát ez egy utólagos fizetési rendszer, ahol nem előre kell megmondanom, hogy hol megyek, hanem megy a kamion, amerre megy, és utólag fizet a cég. Ez így ebben a formában nem, és ugyanis prepaid rendszerű a fizetésnek a módja. Tehát a fizetés az előre történik olyan értelemben, hogy fel kell tölteni a fuvarozóknak egy bankszámlára egy keretet. De ez ugyanolyan értelemben, mint egy előre fizetett mobiltelefonkártya. Pontosan. Tehát, hogy először csak a keretemet töltöm föl. Pontosan. Pontosan. Kinek kell fizetnie, milyen járművekre fog vonatkozni ez a kötelezettség? Ez a 3,5 tonna feletti ösztömegű gépjárművekre vonatkozik. A díjfizetés módját három paraméter befolyásolja. Egyik a jármű kategória, ez a tengelyszámok függvényében, vagy egy 2-3-4-es kategória. A másik az a környezetvédelmi besorolás, Euro 1-2-3-as. A harmadik az pedig az, hogy főúton vagy pedig autópályán kell ezt igénybe venni. Az önök tapasztalatai szerint, hiszen önök eddig is dolgoztak fuvarozó cégekkel, az átlag magyar fuvarozó vállalkozásnak, illetve egy átlag magyar kamionra számítva, ez mekkora plusz terhet jelent majd évente? Hát ugye látni kell azt, hogy nagyságrendileg egy kamion a mi számításaink alapján, vagy rendelkezésünkre álló adatok alapján nagyjából 8000 kilométer tesz meg a belföldi szállítmányozásban. Hogyha 8000 kilométerével mondjuk megnézzük ennek az üzemanyag költségét, az nagyságrendileg 7-800 vagy akár 1 millió forint is nyilván a jármű típusának függvényében. Számításaink alapján nagyságrendileg akár megközelítheti ezt a mértéket, az útdíjfizetésnek a mértéke. Azt mondják, hogy ez áremelkedéshez is vezethet számtalan szektorban, de például az építőipar szokás kiemelni, hiszen ott nagyon nagy a szállítmányozási igény, és ez megdrágíthatja újságcikkek szerint akár 10%-kal is bizonyos termékeknek az árát. Ezt önök reálisnak tartják? Erre vonatkozóan nem tudunk információt adni. Mi azt gondoljuk és látjuk a partnereinkkel történő egyeztetések során, hogy ez egy rendkívüli mértékű költségnövekedés az ő oldalukon, amit úgy gondolunk, hogy nem fognak tudni ők igazdálkodni saját keretükben. Tehát elképzelhető, hogy csődbe fognak menni magyar fuvarozó vállalkozók?
Én azt látom és azt tapasztaljuk, hogy vannak olyan vállalkozások, amelyek már most jelezték, hogy a mi szolgáltatásunkat fel kívánják mondani. Ez arra utalhat esetleg, hogy nem folytatják a tevékenységüket. Biztos vagyok benne, hogy lesz ilyen jellegű hatása is ennek a kitételnek. Ugyan egy kicsit átsiklottunk felette, de egy visszakanyarodnék. Nagyon fontos a prepaid rendszer vonatkozásában, hogy előre kell finanszírozniuk ezeket a tételeket ezeknek a fuvarozóknak. Tehát például akár egy üzemanyag számlával ellentétben is, tehát ez egy nagyon nagy problémája a fuvarozói szektornak, hogy még egy üzemanyag számlát is, ha még csak a 15 napra is kell fizetnie, bár ő számukra 45 vagy akár 60 napos fizetési határidővel fizetnek a megbízóik, és így is finanszírozniuk kell egy hónapot. Az UDI rendszer esetében ezt az egyenleget nekik előre kell föltölteniük. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy veszünk egy átlagos egy mondjuk egy 100 autós vállalkozást, aki kalkulál egy 500 ezer forintos UDI költséggel egy adott hónapban, akkor azt jelenti, hogy 50 millió forintot előre neki finanszíroznia kell. Hogyha 45 napos fizetéssel számol, akkor ez 75 millió forintot jelent az ő életében, amit előre kell finanszírozni. Miközben az abban a hónapban fuvarozott áru után ő csak sokkal később fogja megkapni. Pontosan, tehát ez egy nagyon komoly probléma. Ez mit jelent, hogy elsősorban a nagyobb tőkeerőse sok autóval rendelkező vállalkozások élhetnek túl, tehát ilyen értelemben rendeződik át a piac, hogy a kicsik kikopnak, vagy ellenkezőleg, amiatt, amit az előbb említett, épp a nagyok vannak a leginkább veszélyben. Én úgy gondolom, hogy ez azért változó, hiszen egy nagy flottával rendelkező cégnek arányban ugyanúgy olyan arányban kell finanszírozni a tevékenységét, tehát aki eddig is a határon mozgott a működőképességének a határán, azok számára jelent ez problémát, és nem feltétlenül a flotta méretének függvénye ez. Ez jelent összességében vajon megszűnt munkahelyeket és általában nemzetgazdasági problémát, vagy itt konkrét vállalkozóknak lehet, hogy érdeksérelmet fog okozni ez az új helyzet, viszont majd más vállalkozások el fogják foglalni a piacon ezt a helyet, és összességében ugyanannyi autó, ugyanannyi áru szállít majd, legfeljebb lehet, hogy nem X mennyiségű cég fogja ezt a szektort lefedni, hanem kevesebb. Úgy gondolom, hogy azért nyilván hatással lesz ez a fuvarozói piac összetételére, de azt megjósolni, hogy ebben a szituációban kik lesznek azok, akik ennek a nyertesei lesznek, és kik lesznek azok, akik vesztesei lesznek. Összességében a szektor is összeszűkülhet, vagy csak a szereplők változnak? Én azért nem gondolnám, hiszen ugyanannyian vagyunk, ugyanannyi kenyeret fogunk fogyasztani az elmúlt időszakban, és ugyanannyi tejre lesz szükségünk, ezt valakinek el kell szállítmányozni egyik helyről a másikra, tehát biztos, hogy a fuvarozói kapacitásnak ugyanúgy rendelkezésre kell állnia. Úgyhogy biztos, hogy a piac az nem fog szűkülni. Az, hogy most az összetételében történik-e változás, én úgy gondolom, hogy erre vannak sokkal hivatottabb szakemberek, akik erre választ tudnak adni. Köszönöm szépen a beszélgetést!